Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, az első félidőben 18 pontig jutó Miller kosarainak köszönhetően 22-19-en nyert a nyitónegyedet a Nyíregyháza. A második 10 percben is ragaszkodtak egymáshoz a csapatok, de szinte végig vezetett a házigazda, amely meg is őrizte triplányi előnyét a szünetig. Fordulás után megváltozott a játék képe, a vendégek támadásai egyre pontosabbak lettek, míg hazai oldalon akadozni kezdett a gépezet. A vasiaknál Váradi elkezdte szórni a 3 pontosokat, amire csak szórványosan érkeztek válaszok, így a záró negyednek már 9 pontos vezetéssel vághatott neki a Falkó. Az utolsó 10 perc elején 4 pontra felzárkózott a Nyíregyháza, de aztán ismét ellépett a Szombathely, amely végül 8 pontos győzelemmel vette a Sitko Jernő együttesének hazai veretlenségét. Az első fél időben szépen fegyelmezetten játszottunk, és kidolgozott helyzetekből tudtunk kosára dobni. Ezekből természetes, hogy jobb százalékkal találunk be. A második fél időben nem tudom, hogy miért, újra egy blokk jött a csapatnál. Elfelejtettük a felálltvédelem elleni játékainkat, nem voltunk fegyelmezettek, mindenki erőlködött, próbálkozott, és természetes, hogy ebből nem fognak sikerülni úgy a dobások. Nagyon ritkán sikerülhetnek ezek az extra vállalások, amiket mi fölvállaltunk a 34-ben, és ez eredményezhette azt, hogy nem voltunk sajnos partiban ebben az időszakban. A vendégek edzője szerint csapata a 3. negyedben mutatott extra dobó formájának köszönheti a győzelmet. Az első fél időben beragadtunk az öltözőbe, a Nyíregyháza nagyon ritmusba kezdte a találkozót, könnyű zicsereket dobott, hármasokat nem faltoltunk, tudtuk azt, hogy melyik játékosuk merre törben, mit csinál, miben erős, de teljes káosz volt a pályán, azt gondolom, korán időt kellett kérnem, de már első fél időben futottunk az eredmény után, főzálkoztunk 39-39-re, de ott is gyerekes hibákat vétettünk, amit lépéshiba, támadófalt, buta védekezések, és azt gondolom, hogy a Nyíregyháza teljesen jogosan uralta a mérkőzés az első félidőben. A harmadik negyedben viszont fordult a kocka, és úgy jöttünk ki az öltözőből, hogy az elején is kezdenünk kellett volna. Jó ritmust fogtunk, kihasználtuk a Nyíregyháza a sebezhető pontjait, mentek a kiosztások, ment a labda, és mi is végre extrán dobtunk, mert 20%-a dobtuk első félidőben a 3 pontos, a másodikban már sokkal-sokkal jobban, és csapatként jól funkcionáltunk, és lényegében a harmadik negyed megalapozta azt, hogy lényegében a negyedik negyedben már csak a különbség mértéke volt, vagy a különbség nagysága volt kérdéses. A forduló további eredményei: Atomerőműese Szeged 69-63, Körmend Sopron hosszabbítás után 108-102, Szolnok Zalaegerszeg 72-83, Albafehérvár Kaposvár 94-74, Pécs Mavc 88-62 és Kecskemét Jászberény 83-73. A tabella élén a Körmend áll 100%-os teljesítménnyel megelőzve az egy meccsel többet játszó, szintén 5 győzelmet számláló Szombathelyt. A Marsó Nyíregyháza 2 győzelemmel és 3 vereséggel a 9. helyen várja vasárnapi szegedi vendégjátékát.